törött szív és pár elhervadó virág. Azt sem tudom, hogy nézhet ki igazán a világ. Bár csak mondana valaki valami szépet, gyakran gondolkozom rajta én, hogy ő lehetett volna a fény. Mintha csak tegnap lett volna az, hogy elment október 9-én. Megmaradó hegek és remény veszett lélek, mondhatnám azt is, hogy valamitől félek. Túl sokszor bánkódom ezen már régen, mert ez felejthetetlen. Merre van az a nyár, ami már nincsen? Érzelem, ami elmúlt közöttünk, azt hiszem, jól vagyok, de úgyse lehet. De telik az időm, nem találom meg egy olyan lányt, aki így varázsol el. A szíved rám kárt hoz, már szanapsz is kell. Engem letarolt ezzel ő nyer. Az érzelem szétszedett, ó, teljesen. Én most vagyok a csendben, számolom a percet, így élek, míg én ezt gyötrelem. Megmaradó hegek és remény vesztett lélek, mondhatnám azt is, hogy valamitől félek. Túl sokszor bánkódom ezen már régen, mert ez felejthetetlen. Merre van az a nyár, ami már nincsen? Érzelem, ami elmúlt közöttünk, azt hiszem, jól vagyok, de úgyse lesz jobb majd a holnapon, hisz ez vagyok. Szürke hétköznapok. Üdvözöllek titeket, fiúk, itt a Hangpróba című műsorban. Nagyon friss még a formáció, nagyon kevés mindent lehet rólatok tudni, úgyhogy át is adom nektek a szót. Legkönnyebben talán úgy tudnám definiálni, vagy körülírni ezt a formációt, hogy minket szinte a sors hozott össze, teljesen, tehát két különálló településen tanultunk, és még mindig tanulunk is. Egy barátunkon keresztül ismertük meg egymást, és ez egyébként teljesen úgy indult, hogy én csak dalokat csinálok majd neki, az alapokat szerkeztem alá, viszont így egymásra találtunk, mint két különböző hangszín, és hamar rájöttünk, hogy így együtt is lehet csinálni valamit. Úgyhogy így összeálltunk, és amikor én megláttam ezt a lehetőséget, ami szintén véletlen volt, mert fél évente, jó, ha kétszer fellépek Facebookra, ezt ott megláttam és elküldtem neki, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk, sokat bukni nem tudunk igazából, még senki nem ismer minket, tehát tényleg annyira. Hát ahogy látod, nemet mondtam. benne volt a projektben egyébként, úgyhogy miért ne ragadtuk volna meg ezt a lehetőséget. Lesz neked majd buli, 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 meg egy kicsit tubi, ami belefér. Aztán mész, amíg ész, hazatész, gondolkozz, de mi lett az egészből az egész. Mi lesz, mikor másik, te mással vagy, vagy ez egy álhív? A tested arany, de a szíved pokol. Vele sose éreztem magamat otthon. Én szeretném, ha szeretném a szíved, csak volt az enyém, az enyém, az enyém. Lesz neked majd buli, 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 meg egy kicsit tubi, amin belefér. Vagy a szenzitivész. Aztán mész, amíg ész, hazatész, gondolkozz, remél az egészből maradék. Ez neked buli, 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 meg egy kicsit tubi, ami belefér. Aztán mész, amíg ész, hazatész, gondolkozz, remél az egészből maradék. Csak szólj, szólj rám, mondd, hol visz az út, mondd, hol mennénk el, ha már nem ide bújsz. Csak mondd, hogy hova visz a szél, csak mondd, hogy ki lehetek én. De ő már nem az enyém, csak
csak egy eltévedt kis fény. Lesz neked majd buli, 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 meg egy kicsit tubi, ami belefér. Aztán mész, amíg ész, hazatérsz, gondolkozz, remélet az egészből marad én. Lesz neked buli, 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 meg egy kicsit tubi, ami belefér. Renaissance City Days. Aztán mész, amíg ész, hazatérsz, gondolkozz, remélet az egészből marad én. Lesz neked buli, 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 meg egy kicsit tubi, ami belefér. Megy a Sun City Days. Aztán mész, amíg ész, hazatérsz, gondolkozz, remélet az egészből marad én. Itt ebben a műsorban volt már mindenféle fajta zenekar, a countrytól kezdve a hardcore metalig, tényleg a legfogyaszthatóbb poppon át, indie rock, minden volt már. Ti hogyan definiálnátok a saját stílusotokat? Én nagyon vártam azt a kérdést mindig is, és a tükör előtt próbálgattam, hogy mit fogok válaszolni rá. Igazából nem mondom azt, hogy nem tudnám definiálni, mert nyilván vannak olyan műfajok, amiben nem vagyunk jók, viszont... Leginkább azt mondanám, hogy a mainstream műfajok közül kicsit minden. Megtalálható itt nálunk trap, Alex nagyon próbálkozik ezzel a bécsi keringő ritmusú indie rock pop dalokkal, mert neki jó hozzá a hangszíne, nekem annyira nem, de próbálkozunk, kísérletezünk egyébként, meg merem azt mondani a te nevedbe is, tehát így több műfajban is zenét csinálni jobb, mert talán nagyobb célközösséget lehet elérni vele. Amúgy én elakadtam a bécsi keringőnél, tesó. Mi az, hogy bécsi keringő? Hát nem minden aranyról beszéltem. Most itt a nézők nem fogják tudni, mi az, de itt most kettőnk között szólva. Azt mondták, hogy is egymással kell beszélgetni. Igen, úgyhogy... én mondtam, hogy csak ilyen biodíszletnek. Mi ez a példa? Jó van, tesó, bécsi keringő. Nem minden arany, ami szívem miért hozzád húzódik? Miért fáj, ha mással látlak? Bárcsak tudhatnám, bárcsak tudhatnám. De a rappen kívül szinte bármelyik mainstream műfaj, egyikünk sem rappel, annak ellenére, hogy elsőre olyannak tűnhet a formáció. Igen, de most azt mondtad, hogy az Alex nevébe, de akkor beszéljen már ő is egy kicsit, mesélj egy picit, hogy milyen volt elkezdeni együtt dolgozni a melletted ülő művész úrral, hogyan kezdődött a ti kapcsolatotok? Hú, hát ugye úgy volt, hogy ugye egy haverom által kezdtem őt megismerni, ugye egy ilyen, tudtam, hogy ilyen alapokat csinál, ugye, és akkor mondom, kipróbálom magam, hogy hát tudok ilyen zenéket csinálni, írni vagy valami. Aztán ráírtam, és tök jóba lettünk amúgy. De hetenként írtál vissza kb, tudod? Nem szokásom. Nem szokásom visszaírni, mert mindig ilyen ne zavarjanak be. De amúgy kifejezetten amúgy nagyon bírjuk így egymást, mert... Igen. Hát vannak olyan helyzetek, hogy főleg amikor megyünk a plázába, meg ilyenek buszt, akkor ugye elkiabálod magad, az egy picit így... Jó, de az humoros. Na jó, de beszéljünk egy picit akkor tényleg a formációról. Ugye mondta, hogy te alapokat írsz, de akár Zambó Jimmy is feldolgozásra kerülhet nálatok. Volt már erre is példa. Én már ilyet is hallottam. Szerintem ezt megbántad, hogy kimondtad, hogy Zambó Jimmy. Hát igen, az nálam téma egyébként, és most meg vagyok lepődve, mert ez egyébként egy friss megjelenés, ugyebár, mert hivatalosan nincs kiadva. Viszont ez egy friss dolog, egyébként ez január 2-án került ki, és azt én csináltam teljesen magamtól, A-tól Z-ig az egész alapot, gitárszóló, minden. Zambó Jimmy azért került feldolgozásra, mert hogy szubjektív dologról beszéljek, nekem ő az abszolút all time kedvenc egyébként, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is. Nekem ő hatalmas inspiráció volt. Másrésztről... Hát igen, most kimondtam, hogy az inspiráció miatt, mert amikor én megláttam a róla készült sorozatot, ugyebár, akkor nekem így valahogy bejött, hogy akkor most Jimmy dalokat fogok énekelni az zuhany alatt, és azóta mindenhol megy. A következő szám ilyen félig, az enyém félig, nem? Igazság
szerint feldolgozás van benne kicsi saját. Nem tudom, ezzel lehet átállunk a szabályokon. De ezt tudjuk szívből nyújtani és átérezni. Téged akkor Jimmy inspirál, Alex téged? Én. Amúgy, ez mondjuk jó, az amúgy jó. Amúgy én nem gondoltam, hogy ilyen interjúk lesznek, szóval én gyakorolnom kellett volna úgy a tükör előtt, de az inspirációm leginkább édesapám, úgymond. Ő is zenél? Igen, zenél. Láthattuk, hallhattuk őt valahol, vagy csak otthon családi közegben? Mesélj egy picit. Hát... Is. Szokott így fellépni, ahol élek, Csengerben. De egyébként ilyen más stílus, nem is pop, nem is hard rock, nem is ilyen izé, hanem mulatos zene. Mulatos zenén nőttem, mármint nevelkedtem. A családban mindenki úgy mulatos zenész. Bátyám, édesapám, unokatestvérem. Akkor mondhatjuk, hogy neked édesapád a példaképed zenei tekintetben? Igen. Nagyon sokat, nagyon hallgatok rá amúgy. Nagyon, hát meg jókat is mond. Nővérem nekem körmös, és ugye pont otthon volt, és jártak hozzá a vendégek. Tehát volt olyan, hogy például nyitva kellett volna hagyni az ajtót is például, de hogyha a szüleimről kell beszélni, ők például közel állnak hozzám, és nagyon adok a véleményükre, mert nekem is édesapám zenész család, stb. Tehát ők ezt is tudják, meg amúgy édesanyámére is adok, attól függetlenül, hogy ön is benne, de ők is azt mondták, hogy egyébként ők nagyon bírják Alexot, mint embert, és nagyon bírják, mint zenészt is, úgyhogy meg egyébként külön-külön is mondják mindegyikünknek, hogy jó, amit csinálunk, ne adjuk abba. Azt egyébként neked mondták már, hogy így Fizimiskára hasonlítasz az Áriára? Ki se találnád, hogy hányan. Nagyon sokan, pláne, hogy régen hasonlított a hajam, egyszer nagyon, aztán megnövesztettem, Szambó Jimmy, és akkor is mondták, és a mai napig mondják, pedig már nincs is se hullámos, se göndör hajam, hanem ilyen kis rosszul összerakott gerlefészek, de... Mondták egyébként, igen. Pedig szerintem nem. Tehát én nem látom, hogy mi az, ami miatt tényleg hasonlítanánk. 10 év múlva meg lesz még ez a duó, fogtok még zenélni, akár kisebb klubokban, akár óriási nagy színpadokon, vagy ez tényleg megmarad egy ilyen kisebb hobbi projektnek? Én nagyon remélem, hogy ebből nem hobbi projekt lesz. Én szerintem te is, nem? Ezzel szeretnél foglalkozni. Persze. Mert igazság szerint nekem mindig azt tanították, hogy azt tegyem, ami boldoggá tesz, ha meg pénzt is keresek vele, az még jobb. Úgyhogy én ezt csinálom, mert igazából jó vagyok ebbe is, abba is, de nem tenne boldoggá hosszú távon, ezzel teljesen képben vagyok, úgyhogy én nagyon remélem, hogy 10 év múlva, ha már nem is a Budapest Park színpadán, mert addigra lehet, hogy jönnek újak, ki tudja. Változik a zenei piac mindig. De nagyon remélem, hogy ez meg fog maradni, aztán tudom, együtt 40 évesen majd leülünk, aztán zenélgetünk. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.